Negyedik perc, Eto szöglet, Vajera letett labda mögött. Ketten is jönnek a rövid oldalra, és Győri fejeli el. Erős a labdával Mracskóhoz. 19. perc az első fél időben, erős, egycsel visszafelé, Bükszegi mellett. Még egycsel, aztán a harmadik, az Kötényre jön ki. Itt a lövés, és Szűcs fogja meg. Mracskó néz fel az égre a lövés után. Fordul Baumgartner, Herceg, vissza Baumgartnernek. Herceg, ügyes, eddig is még ügyesebb, Herceg, éppen hogy mellé. Bárányos, nagyon ügyesen tartotta meg a labdát, fedezte testtel a labdát. Füzi, Bárányos, 20 méterre, jó lövés bizony. Bárányos. Tóth Mihály felé küldi a labdát, Tóth Mihály éppen csak elcsúszik a feje fölött. Bárányos olyan 25 méterre a kaputól. Szarka most ad engedélyt a szabadrúgásra. Hoppá! Talán még a kapufát is érte, de posza kezét feltétlenül. Ez igen. Herceg most a labdával erőstől kapta. Ferenci előre, ugye visszahúzódott, ezért nem lehet ott a csatásorban. Herceg. Baumgartner. Vajer egyedül, 16-osan belül, gól! Az akció szép, hogy Herceg megvárja, míg följönnek a többiek. Vajer egyedül marad, Szűcs Mihály szomorkodhat, meg Szűcs Lajos is, utóbbi a kapus. Vajer lövése nagyon szép. 1-0 a 43. 44. percben. Vajer a gólszerző, Herceget szökteti. Csoknai lemarad, Herceg a 16-ason belül és ellövi. Bárányos, 20 méterre a kaputól. Hú, de nagy gól, azt a mindenit neki. Bárányos hozza a labdát, fölnéz. Posza röpül a levegőben. A többi győri meg vonul visszafelé lehorgasztott fővel. 1-1, negyedik perc a második fél időben. Vén azonnal vissza középre. Egy lefejelt labda. Bárányos húzza vissza. Böjte. Egy hatalmas kapufa. Tóth Mihály is ott van. Posza is ott van. És Böjte is ott van. Iszonyatosan nagy helyzet. Lilik volt egyébként, aki rárúgta. És kapufa lett belőle. Horváth. Böjte mellett. Tóth Mihály ugrik ki. Középen egyelőre senki. Tóth Mihály. Gyönge. Tóth Mihály, Bárányos robog ezen az oldalon, Bárányos a labdával kihagyja. Ez ügyes meglódulás, Szaladzsán, Győri, és kihagyja. 91. perc, Győri szöglet, Vájer végezheti el. Baumgartner, Balla Mihály a 16-ason belül, természetesen Herceg, és a hosszú Győri. Ott a fejes, és ott a gól is! Balla Mihály, a csere! A 91. percben gólt szerez az Eto. Jön befelé a labda, elszundítanak a ferencvárosiak az ötös előtt és a gólvonalon is. Balla Mihály pedig bebólintja. 2-1 az Eto javára. Nehezen lendültem bele, úgy érzem, a Fradi is eléggé jól jött ki a másik fél időben, nyomtak is, gólt rúgtak gyorsan az elején, nehéz volt játszani, de hát az utolsó percig hajtottunk. Hogy emlékszel vissza a gólra? Hogy született? Egy begyakorolt szöglet variáció után született. A Vájérben nagyon jó adtába született. Én a gólvonalról kifelé mozogva tudtam hosszú sarokba fejelni. Ez a három pont, amit most megszereztetek, ez mire lesz elég most a bajnokság végén? Mennyiben segít benneteket előrébb? Hát én remélem, egy 2-3 hely előrébb tudnánk menni. Az 5.-6. hely környékén végeznénk, azt szerintem jól lenne ennek a csapatnak. Neked mi lenne a jó ebben a csapatban? Tudnék játszani természetesen.